A világban most már valamivel szabadabban lehet utazgatni, és nekem alkalmam nyílt, hogy ellátogassak Budapestre iskoláskori barátomhoz, Dezső Antalhoz és párjához, Szabó Enikőhöz, akik Budapest mellett Tahitótfalón élnek. Köszönöm elsősorban a vendéglátást, és üdvözöllek benneteket a Halló TV-ben. Mi köszönjük a megtisztelő látogatásodat. Titeket a zene hozott össze. Hogy is történt ez? A Tony többször volt már koncerten, ahol énekeltem, és elkezdtünk levelezni egymással, és így ismerkedtünk össze. Aztán később úgy alakult, hogy közös zenekarunk is lett, Pearly Clouds nevű formáció, és ezzel a zenekarral járkáltunk Európa szerte mindenfelé fellépni. Enikővel az ő koncertjén ismerkedtünk meg. Én jártam a koncertjeivel, általában ő is járt az enyémmel. Tony, te az utóbbi jó néhány évben a Tudósok nevű zenekarban egy szintén közös osztálytársunkkal, Máriás Bélával, aki Dr. Máriásként ismert meg a közvélemény. Ott szaxofonozol. A jubileumot ünnepel az idén. Igen, most 35 éves a zenekar. Az alapító tagja a Dr. Máriás, és most lesz egy csomó koncertünk, ami jubileumi koncert, az Arena Gardenben, az A38 hajón, Balatonolvason, Szekszárdon, különböző fesztiválokon, Fishing a Norfűn, Ördögkatlanba, stb. És ebből alkalommal meg is jelent egy válogatás lemezünk a 35 éves a zenekarra. Nem sok zenekar van, aki 35 éve játszik egy folyamatosan. Hogyan alakult a te zenei karriered, ugyanis elég fiatalon kezdtél énekelni, és többféle zsánerben megfordultál? Igen, én már 3 éves koromtól énekelek, mondhatjuk nyugodtan. Nem messze ettől a helytől nőttem fel, és nyilván az óvónők, meg a tanítónők hamar felismerik, hogy ki az, akinek van ehhez affinitása, vagy ki az, aki szívesen szerepel, vagy tehetségesnek mondható, úgyhogy nekem sok lehetőséget biztosítottak akkor erre, és mellette kijártam az ezzel kapcsolatos iskolákat, úgyhogy 9 évig jártam az óbudai népzeneiskolába, ott Budai Ilonkától tanultam népdaléneklést, utána Nyíregyházára kerültem, és ott is kiváló mestereim voltak, úgyhogy nagyon szerencsés volt így a tanuló időszak, és a mai napig próbálom képezni magam, elmegyek különböző népdalénekesek kurzusaira, mert mindenki tud újat mutatni, hogy mi az, amit ő szeret, úgyhogy nagyon szeretek ezzel foglalkozni. Enikő említette, hogy van egy közös projektetek, a Pearly Clouds nevű dolog, ez hogyan jött össze? Van egy amerikai ugye, tag is. Geri Lukásszal, aki ennek a formációnak a gitárosa, én egy fesztiválon ismerkedtem meg, ahol aztán együtt játszottunk, véletlenül megbeszéltünk, hogy egy-két számot együtt játszunk. Hát Geri Lukás a világhírű Captain Beefheart zenekar gitárosa volt, együtt játszott Lou Reed-del, együtt játszott Nick Cave-vel, Patti Smith-tel, Grammy-díjra volt jelölve, tehát rengeteg sok mindent csinált, nagyon jó zenéket. És ebből a próbálkozásból egyszer az történt, hogy a Geri zenélt a Budapest Jazz Clubban, én akkor az akkori zenekarommal léptem fel, ami egy jazz-rock formáció volt, és kitalálta Geri, hogy szeretne egy népdalt, egy magyar népdalt lejátszani a Budapest Jazz Clubos koncert végén, hogy én kerítsek neki egy énekesnőt, ezt a koncert elején mondta. Hát nekem eszembe jutott az Enikő, fölhívtam telefonon, aki otthon volt alig, hanem a Dunakanyarban, és mondtam, hogy most akkor irány a Jazz Clubban föl kell lépni, hogy ugorjon egy taxiba, hogy nem érdekes. Akkor valahogy berohant oda, az öltözőben le lett próbálva a szám, ott el lett játszva, közönségnek nagyon tetszett, és utána, a koncert után hárman eldöntöttük, hogy csinálunk egy triót, ami Pearly Clouds néven lett, hogy Enikő hozza a népzenei részt, a népi éneket, a Geri meg én meg a szabadabb formák szerelmesei vagyunk. Enikő, a Szabó Enikő és Zenekara nevű formáció vezetőjeként, tehát a népzenei elemeket vegyíti ugye a modernebb formákkal. Igen, igen. És hát ott igazából azért nem népzenei formáció ez, mert saját szövegeket zenésítünk meg, olyan dalokat, amiket megírok, és a nagyon-nagyon jó népzenész társaim
meg zenésztársaim segítenek abban, hogy ez aztán formát öltsön ez a sok szöveg, és így lesz belőle egy sajátos szövet. Nemrégiben ugye a jelenlegi helyzet miatt nem lehetett koncertezni, de mégis találtatok rá módot, hogy az egyre népszerűbb megnyilvánulása a koncertezésnek az online koncert dolgot is megkóstoljátok, vagyis megpróbáljátok a közönségnek online, tehát az internet segítségével előadni, ami itt történt meg nálatok, ugye a nappali szobában. Igen, ez nagyon nagy élmény volt. Egyrészt már hosszú idő után újra láthattuk egymást, másrészt ettünk egy jót, harmadrészt pedig mindenféle országrészből, meg még más országokból is tudták nézni a koncertet, úgyhogy végig követtük az eseményeket, hogy ki honnan jelentkezik be, és hát egészen Kanadától, Svédországon keresztül mindenféle külhoni magyarok is bejelentkeztek, úgyhogy csodálatos volt nekünk ez az élmény. Most, ahogy a járványhelyzet egy kicsit felszabadult, már is érkezett egy ajánlat a közös projektetekre, a Pearly Clouds-ra, hogy a tengeren túlra utazzatok. Ezt jól hallottam? Hát igen, valahogy István, mindig, amikor itt vagy, akkor történnek a nagy dolgok. Vagy föllépsz te is, vagy te is föllépsz velünk, amivel előfordult a Pearly Clouds-al, és Újvidéken is, a másik zenekarommal is, a Tudósokkal is fölléptél már. Igen. Tehát most jött éppen tegnap előtt a fölkérés, hogy szeptember 11-én New Yorkban játszunk a Le Poison Rouge klubban a Pearly Clouds-al, ami egy nagyon neves klub, nagyon híres zenekarok léptek föl. Ez hozzá lesz szervezve még valamilyen Philadelphia, és talán még egy harmadik koncert, úgyhogy most erre lázasan kell készülnünk a Enikő nevű főnökkel. Enikő, a te zenekarod, a Szabó Enikő is zenekara, az milyen tervekkel rukkol elő a közeljövőbe? Ugye neked még egyeztetni kell ezt ugye az iskolai tanítással, ahol éneket tanítasz. Igen, igen. Hát mi is várjuk a megkereséseket még most igazából. A Szabó Enikő és zenekara naptára még nem annyira telik, de reméljük, hogy előbb-utóbb ez majd másképp lesz. Én is remélem, hogy így lesz mindkettőtök esetében, és elsősorban szerencsés utat majd ott a nyár végén, ugye New Yorkba is, és még sok közös koncertet kívánok nektek. Köszönöm szépen! Halló TV!